A versmondók egy szavazattal nevezhettek be, és kizárólag magyar költők verseit adhatták elő a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szervezett szavaló versenyen. Ezt a harmadik éve szervezzük meg, az anyáknapi szavaló verseny lényegében folytatásaként az anyáknapi szavaló verseny helyett, azért, mert a költészetnapja alkalmából sokkal tágabb repertoárból válogathatnak a gyerekek. A szavalók Óbecséről, Péter Révéről és Dreáról érkeztek, akik nem csak a verseny kedvéért olvasnak verseket. Ha a neten ilyen érdekes versekre találok, akkor így elkezdtem olvasni is. Igen, több mind felit azért meg is tanulom, hogy ilyen szavalóversekeny akkor el tudjam mondani. Azért szeretek szavalóversenyekre járni, hát mert az az, hogy több verseket megtanulunk, verseket tanulunk, a beszédet is fejlesztjük, akkor az anyanyelvet csiszoljuk, és hát szeretem a verseket mondani, mert olyan jó érzés, amikor azokat így elmondogatjuk. Az első, második és harmadik osztályosok díjazottjai vásárlási utalványban részesültek, az idősebb tagozatok első három helyezettjei részt vehetnek a budapesti Városligeti Gyermeknapon, a külön díjasok pedig könyvjutalomban részesültek.